Három korszak, három államférfi, akik mind hozzájárultak ahhoz, hogy az Európai Unió olyan legyen, mint ma. Az Európai Parlament elnöke így indokolta, hogy Konrad Adenauer, Willy Brandt és Antal József lett a névadója az EP új létesítményeinek. Európában radikális változások mentek végbe. Ezek az eredmények tették jelképpé Antal Józsefet, mondta Hans-Gert Pöttering. Neve az elnyomott közép-kelet-európai emberek számára egyet jelent a visszaszerzett szabadsággal, az újraegyesülő Európával és győzedelmeskedő közös értékeinkkel. A rendszerváltó magyar miniszterelnököt méltatva az egykori kormánytag Surján László, ma EP képviselő, a Varsói Szerződésből való kilépést, a határon túli magyarság érdekképviseletét, a visegrádi együttműködés megalapozását és Magyarország uniós integrációjának előkészítését emelte ki. Szájer József ehhez azt tette hozzá, hogy az antalli örökség része az is, ahogy a rendszerváltás utáni első szabadon választott magyar kormányfő ügyelt a miniszterelnöki intézmény tekintélyére. Ez az, aminek a lerombolása folyik szinte minden területen Magyarországon, nem csak a szabadságjogok ellen folyik támadás, hanem a független intézmények ellen is, a köztársasági elnök ellen is, a köztársasági elnök intézménye ellen, és egyébként maga a miniszterelnöki tekintély soha nem látott mélységbe került az elmúlt időszakban. A fideszes politikus szerint a névadás tényéből erőt kell meríteni a Magyarországnak. Az a tény, hogy Antal Józsefről nevezték el ezt az épületet, az abból a szempontból is jó, hogy Magyarországról egyre rosszabb hírek érkeztek ide Európában. Most Európa üzen vissza tulajdonképpen Magyarországnak, hogy azokat a valódi érdemeket, amelyeket Magyarország elért a rendszerváltoztatás során, a jogállamiság, a piacgazdaság, az Európai Unióhoz való csatlakozás során, ezeket az eredményeket elismeri Európa. Az Európai Parlament gesztusa azt üzeni Magyarország számára, hogy kellő demokratikus elkötelezettséggel vissza lehet állítani az alapvető jogállami intézmények tekintélyét. Continent. And since we